A karikatúra készítés rejtelmeibe vezette be Szalai Attila karikatúrista, a Magyar Kanizsai Jován Jovánovics Zmáj általános iskola egyik negyedik osztályát. A diákok a karikatúra történelmével és annak alapjaival is megismerkedhettek. Mindenki készített egy-egy karikatúrát a foglalkozáson. A foglalkozás a Dobóti Hamér képtárban volt, ahol a gyerekek példaképeiket, a szívükhöz közel álló sportolókat, színészeket vitték papírra. Fehérvári Enikő a Harry Potter egyik legismertebb karakteréről készített karikatúrát. Ilyen karikatúra foglalkozásra jöttünk, és én az Emma Watsont rajzoltam le, a Harry Potterből a Hermione Granger, és azért rajzoltam, mert ez az egyik kedvenc szereplőm. Napszemüveget rajzoltam, meg egy macskát, meg egy varázspálcát. Eléggé izgalmas, mert az embereket ki lehet úgy máshogy alakítani, ahogy másik rajzon nem lehet. Mellettem az egyik osztálytársam a Nikola Teslát rajzolja, a másik ugyanazt, amit én. Hát először megmutatta a bácsi, hogy kell csinálni, és aztán hozzákezdtünk, és akkor néha belesegít a rajzba. Az oktató Szalma Attila volt, aki több mint 30 éve készít karikatúrákat. Meglátása szerint a gyerekek nagyon izgalmas alkotásokat készítettek a műhely munkán. A karikatúra alapjait meséltem el nekik, egy kis történelmet a karikatúráról, és hogy mire ügyeljenek, mire figyeljenek, mi mindent lehet egy embernek az arcáról kifigyelni és megrajzolni. Természetesen sehol se nem esünk olyan túlzásba, hogy esetleg az a rajz túlságosan gúnyolódós legyen. Nagyon érdekes, a gyerekek vagy a fönt lévő karikatúrákat rajzolták meg, vagy esetleg a kedvenceiket, de az, ami nekem a múltkori foglalkozásnál nagyon tetszett, hogy a tanítónénit rajzolták meg. Tehát szabadon, és mondhatom, hogy nagyon ügyes megoldásokkal, természetesen ők jobban is ismerik a tanítónénit. Ez meglepő volt számomra is, meg a tanítónénnek is, valószínűleg még karikatúrát még nem is kapott. Ennyi karikatúrát egyszerre. Az ember mondaná ilyen túlzás, hogy a karikatúrára születni kell. Tényleg egy kicsikét fura műfaj, tehát egy bizonyos idő is el kell, hogy teljen az embernek valamilyen fogalma legyen az életről, hogy ezt karikatúrába tudja ölteni. Nagyon érdekesek a gyerekeknek a hozzáállása. Mondhatom, hogy egy-kettő zseniális rajz is született, tehát van mindenféle kis kulisszadolgokat ők bevetnek, ami nagyon érdekes számukra, és hát ami a szívükön, az ugyanúgy már a rajzon is rajta van. Hát ők különösen az ő kedvenc sportolóikat, akiket rajzoltak, vagy zenészeiket, és nekem nagyon tetszett, hogy a fülbevalót, vagy a frizurájukat megspékőték valahogy, vagy egy kicsikét segítettem, így mond az egyik a Paris Saint-Germain-ben játszó játékost, mondtam, hát akkor a Metre ne a logóját rajzoljuk, hát mit lehet, és egy rávágta a lány, hogy egy Eiffel-tornyot rajzolt, mondom, éppen az, hogy ebből már mindjárt asszociál az ember, hogy melyik csapatban játszik a játékos. A karikatúrista kiállítása nemrég nyílt meg Magyar Kanizsán a Dobóti Hamér képtárban. A tárlat február 8-áig látogatható.